Sok nyolcadikos életében a múlt szombati felvételi volt az első nagy megmérettetés. Az újdonság hatása egyeseknél pedig úgynevezett krízishelyzetet is okozhat. A feladatlap kitöltése, az iskolaválasztás és a felelősségvállalás is eredményezhet stresszt vagy szorongást. Az, hogy milyen mértékben mutatkozik ez meg, a gyerekek temperamentumától is függ, de számos más tényező is szerepet játszik a kialakulásában. Nagyon fontos az, hogy milyen a családi háttér, mennyire stabil, milyen a kommunikáció, egy őszinte, kölcsönösségen alapuló kommunikációban a szülő nagyon sokat tud ilyenkor enyhíteni, gyerek kibeszéli magából. Nagyon fontos az is, hogy milyenek az elvárások például, a presztízs, mennyire teszik rá egy gyereket egy bizonyos szakmára. A szülők sok esetben azt szeretnék, a gyerekek az általuk kijelölt utat kövessék, mely szintén szorongást generálhat bennük, ezáltal szégyent és bűntudatot is megélhetnek, mondta a pszichológus. Amikor egy gyereket előre úgymond rátesznek egy pályára, hogy 10 éven keresztül csak ez lehet, azt a gyerek nagyon megsínli, nagyon nagy feszültségeket élhet át, lehet, hogy tudattalanul egész másban gondolkodik, vagy nem meri elmondani. Tehát ez a csak az az iskola, és csak úgy ugyanazt a szakmát lehet más utakon is elérni. Tehát ezt kell tudatosítani a gyerekekbe, hogy ez nem egy katasztrófa, hanem lehet, hogy most pont az lesz a szerencsésebb, hogyha lehet, hogy egy pár évvel később, de ugyanúgy ő is azt a szakmát eléri. Továbbá a probléma forrása lehet az is, ha a gyerekek nem valamilyen kreatív tevékenységgel, sporttal, zenével töltik a szabadidejüket, hanem a digitális eszközök és a játékok világába menekülnek. Ilyenkor azt szoktuk javasolni, hogy legyen digitális detox, amikor a család elmegy egy hétvégére, vagy egy hetes olyan nyári túrára, vagy bármi, hogy nem visznek magukkal telefont, semmiféle digitális eszközt. Csak beszélgetni lehet, csak egymással foglalkozni, és ez egy minőségi együtt töltött idő, amikor egymást ismerjük meg. Nagyon sok érdekes dolog szokott olyankor kijönni. A pszichológus azt tanácsolja a gyerekeknek és a szülőknek is. Legyenek kitartók és türelmesek önmagukkal és egymással szemben is. És akkor se essenek kétségbe, ha a felvételi eredménye nem úgy alakul, ahogy tervezték.